Újabb családbarát munkahelyek vehették át az erről szóló tanúsítványokat. Idén a Semmelweis Egyetem, a HM Elektronikai ZRT és a Magyar Suzuki ZRT voltak a díjazottak. Minden évben olyan munkaadók kaphatják meg ezt az elismerést, ahol kiemelten kezelik munkavállalóik testi-lelki egészségét, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a család és a munkahely ne egymást kizáró, hanem egymást erősítő tényezők legyenek. Több mint 20 ezer beteg ellátásában vett részt a Semmelweis Egyetem a koronavírus járvány alatt. Mintegy 550 ezer oltást adtak be, és körülbelül 4 millió szűrővizsgálatot végeztek el. Ez idő alatt az orvosok és ápolók mellett hozzávetőleg 4 ezer hallgató vette ki a részét a COVID elleni harcból. A család és a tudomány megférjen egymás mellett. Az egyetemen a családbarát szemlélet áll a középpontban. A munkavállalók például lakástámogatást vehetnek igénybe, a családosoknak pedig nyaranta gyermektáborokat szerveznek, de akár különböző szűrőprogramokat is igénybe vehetnek. Az egyetem most másodszorra vehette át a családbarát munkahely tanúsítványt. Nyári táborokat szervezünk, a családoknak lakástámogatásban nyújtunk segítséget, krízis alapunk van, ahol nehéz helyzetből ki tudjuk segíteni a családokat, és hát az egészség van a központban. Igyekszünk prevenciós szemléletet biztosítani. Az elismerést 2019 óta olyan magyar munkáltatóknak adományozzák, amelyek intézkedéseikkel óvják munkavállalóik testi-lelki egészségét, és fontosnak tartják a munka és a családi élet minőségi összhangját. Gratulálok! Idén a Semmelweis Egyetemen kívül a Magyar Honvédségnek szolgáltató HMEI ZRT, valamint a Magyar Suzuki ZRT kapta meg az elismerést. Olyan szervezeteknek a munkáját díjazzuk ezzel az elismeréssel, akik közös elhatározása, hogy a munkavállalóik, a szolgáltatásaikat igénybe vevő ügyfeleiknek a testi-lelki egészségét óvják, és az ő harmonikus családi és munkakapcsolatát támogassák. A családok védelme. Miben olyan közös nemzeti üggyé vált. Közös nemzeti ügy a családok védelme, amely a társadalom egészét áthatja. Erről már a családokért felelős államtitkár beszélt. Hordung Ágnes hozzátette, a 2010-es családbarát fordulat óta a támogatási rendszer folyamatos bővülésével a családok megbecsülése is folyamatosan nő. A foglalkoztató és a munkavállaló közös érdeke, hogy életünk két fontos szintere ne álljon konfliktusban egymással. Úgy tudunk ugyanis hatékonyak lenni oda-haza és a munkában, hogyha a hivatásunkat és a magánéletünket harmónia jellemzi. Az elmúlt 4 évben az elismert munkahelyeken keresztül több mint 300 ezer magyar munkavállalóhoz értek el a családbarát szolgáltatások. A tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatóknak ingyenes tanácsadási lehetőséget és képzéseket is biztosít a Családbarát Magyarország Központ. Ez volt a híradó délután 5 órát.